televízió híradóját látják. Reif Anna vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Újrahasznosítás, foglalkoztatás, kreativitás. Különleges ékszerek a megváltozott munkaképességűektől. Tovább tanulási lehetőségek. Nyolcadikosok látogattak a pécsi gimnáziumba. Selyemre készült festmények. Szakmai útmutatás mellett próbálhatták ki az alkotást a jelentkezők. 10 egyetemi kar, több ezer érdeklődő. PTE Kultúrfest az Expo Centerben. Ékszerek ipari hulladékból, számítógép alkatrészekből készítenek testdíszeket Pécsen. Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását tűzte ki a Máltai Szeretett Szolgálat cége még évekkel ezelőtt. A használt, kiselejtezett PC-k bontásából született később az ékszerkészítés ötlete, amiért több díjat is kaptak már. A Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában a Design Pécs 2024 keretei között mindenki kipróbálhatta a díszek készítését. Ékszer készült a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Zsolnai termében, ahol a rekreáció műhelye mutatkozott be a Design 7 esemény sorozatán. Az érdeklődők kipróbálhatták a különleges dísztárgyak készítését, amit a Máltai Szeretett Szolgálat cégében megváltozott munkaképességű emberek készítenek. Használt elektronikai berendezések alkatrészeit ből kreatívan készítünk ékszereket, kulcstartókat, soralátéteket, nem tudom, igyekszünk női, férfi dolgokat is kitalálni, úgyhogy csak a fantázián múlik, hogy ki mit készít belőlük. Évekkel ezelőtt indult az a tevékenység, amiből már a ékszerkészítés dísztárgyak alkotása lett. 9 éve jött létre egy kis műhely, megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására, és elektronikai eszközöket bontottunk. Úgyhogy maga az ötlet igazából innen indult, hogy ott volt ez a rengeteg mindenféle bontott alkatrész, ami nagyon jól kinéző dolog volt, és akkor abból kezdtem el így készíteni, gondolkodni ékszereket, és már 7 éve igazából a rekreáció ékszercsalád így létrejött, és akkor azóta folyamatosan mindenféle újítással, ötlettel, mindig új kollekcióval jelenünk meg. Tevékenységüket díjakkal is jutalmazták. 2 díjat is nyertünk, egyet 2020-ba az Innovációs és Technológiai Minisztérium első díját nyertük el, illetve most az Iparkamarának volt egy pályázata, és ott pedig egy innovációs külön díjat nyertünk ezzel a különleges ékszerrel, például ami most itt a nyakamban van, ez egy használt számítógép alaplapjából kivágott kis szívecske. A Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft. Pécsi üzemében 25 embertársunk kap lehetőséget, hogy értékes munkát végezve megújítsa életét, tudtuk meg a rekreáció oldaláról. Az általuk készített tárgyakból láthatnak egy kiállítást a helyi iparkamara épületében október végéig. Az idén felvételiző nyolcadikosoknak fontos döntést kell hozniuk a gimnáziumok vagy a szakképző iskolákkal kapcsolatban. Akik németül szeretnének tanulni, idén is meglátogathatták a pécsi Koch Valéria gimnáziumot. A nyílt nap során az iskolát és a kollégiumot is bejárhatták az érdeklődők. A nyílt nap helyszínén is sokan iratkoztak fel a programokra a pécsi Koch Valéria gimnázium kollégiumában. Idén is sok szeretettel várták az érdeklődő általános iskolás diákokat és szüleiket. Egy rövid ismertető után a gyerekek a tanórákra is beülhettek. Az idén felvételizőknek az iskola tart egy felvételi előkészítő kurzust is, emellett azok a diákok, akik gyengébbek németből, jelentkezhetnek egy nyelvi előkészítő osztályba, ahol egy év alatt felzárkóztatják őket. Iskolánk profilja a német nemzetiségi kéttannyelvű oktatás. Várjuk mindazokat a diákokat szeretettel Pécsvárosából, a nemzetiségi iskolákból, illetve Baranya, Tolna megye nemzetiségi iskoláiból, akik a középfokú oktatásban, nemzetiségi középfokú oktatásban szeretnének részt venni. Remélem, hogy szép számmal lesznek érdeklődők, és be tudjuk mutatni iskolánkat, mindazt az ajánlatot, ami nem csak a német nyelv és kultúra ápolását és a német nyelv magas szintű oktatását jelenti, hanem minden mást, amit az intézményünk nyújtani tud.
Aki szeretne németül tanulni, annak mindenképpen érdemes a Koch Valéria gimnáziumát is megnézni, hiszen az iskola egyik legfontosabb célja, hogy a diákjai magabiztosan és választékosan tudják használni a német nyelvet. Szekszárdról jöttem a DNS Valéria általános iskolából, még nagyon nincsenek terveim, de ez az iskola nagyon tetszett, és szerintem tele van lehetőségekkel, szóval nagyon szeretnék idejönni. Nagyon tetszik. Első pillanatban, amikor megláttam, mondom, hogy én nagyon szeretnék idejönni, tényleg tele van lehetőségekkel, és minden, amit elmondtak róla, az nagyon jól hangzik, és tényleg nagyon szimpatikus volt minden. Szeretnék minél magasabb szintre kerülni németből, szeretem a nyelveket, szóval szeretnék németből is jó szintre kerülni. A nyílt napon reggeltől egészen estig vártak különböző bemutatók, beszélgetések és játékok az érdeklődőket, sőt, az igazán vállalkozó szelleműek a kollégiumba is eltölthettek egy estét a színes programok után. Rövid híreink következnek. Emelkedett a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben, közölt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. Azt írták, hogy az év 40. hetében emelkedett a koronavírus örökítő anyagának országos átlagkoncentrációja. Hozzátették, hogy emelkedő tendencia tapasztalható 8 vizsgálati helyszínen, köztük Pécsen is. A tájékoztatás szerint a települések többségén a koronavírus mennyisége az emelkedett tartományban van. 4 településen, Pécsen, Szegeden, Egerben és Salgótarjánban pedig eléri a magas tartományt. A központ közlése szerint a közeljövőben a koronavírus esetszámok növekedése várható. A rendőrök október 7-e és 13-a között ismét fokozott közúti ellenőrzéseket tartanak Magyarország közútjain, írja a polisz.hu. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata Figyeld az utat elnevezéssel hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség. A rendőrök Magyarország egész területén elsősorban a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzik majd, valamint minden olyan magatartást, amely vezetés közben a személy- és vagyonbiztonságot a figyelem elvonásával veszélyezteti. Ha például a járművezető menet közben bármilyen elektronikai eszközt működtet, vagy ilyen eszközön képi vagy szöveges adatokat megtekint. Baranyavár megyében az első 3/4 évben 135 esetben volt szükség tűzoltói beavatkozásra otthoni tűzeset miatt, amelynek során 15 személy sérült meg, még 2 veszítették életüket. Ez a beavatkozási szám országosan a 16. a vármegyék közül. A baranyai katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűzesetekben 1349 négyzetméternyi terület semmisült meg, 313 tűzoltó gépjárműre és 104 óra munkára volt szükség, míg a káreseteket felszámolták. A leghosszabb beavatkozás 7 óra 33 percig tartott. Szándékos gyújtogatás miatt 6 ingatlanban keletkezett tűz. A legtöbbször a konyhában, a hálóban, a kéményben, a tárolóban vagy a nappaliban csaptak fel a lángok. Sejemre festeni bárki képes? Erre a kérdésre keresték a választ a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Kreatív foglalkozást tartottak a jelentkezőknek, akik kipróbálhatták, hogy milyen, amikor utat engednek az érzéseiknek, és azok szabadon vezetik az ecsetet a sejmen. Meleg Andrea sejemfestő útmutatásával készültek az alkotások. Különleges, finom anyagra, sejemre festenek az asztalnál azok, akik jelentkeztek Meleg Andrea foglalkozására. A Design Pécs idei eseményei között a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában biztosítottak erre lehetőséget. Nem találkoztam még olyannal, aki jött hozzám és rosszat festett volna. Mivel ott vagyok, figyelek rájuk, mindegyik egyedi, mind a 8-an egész mást festenek, saját karakterük meg pillanatnyi lelki állapotuk szerint, és a végeredmény biztos, hogy harmonikus lesz. 8 érdeklődőt tudott fogadni ezen a workshopon, ahol a sejmet, illetve a szükséges festékeket, ecseteket biztosította. 16-17 éve festek sejemre, most azt nem várhatom el senkitől, hogy olyasmivel álljon elő így elsőre, de arra pont jó, hogy megpróbálják és kedvet kapnak. Esetleg máskor is jönnek, egy tökéletes kikapcsolódás. Itt egy erdő hangjait tettem be háttérzenének, remélem ez is hat rájuk, így tudat alatt, hogy teljes kikapcsolódás, meg egy flow állapotot tudjanak elérni.
Selyemre festeni bárki képes? Ezzel a kérdésbe foglalt címmel hirdették meg a foglalkozást, a szakmai vezetés mellett pedig mindenkinek sikerült szép alkotásokat létrehoznia. Hasonlít az akvarell festéshez, de azért ez egy nemes anyag, nagyon jók a festékek, úgyhogy igazán nem is tárgyakat, meg konkrét dolgokat szoktam én festeni, és erre buzdítom itt a résztvevőket is, hogy hangulatokat, érzéseket fessenek, és ebből jön ki majd valami nagyon szép, amit öröm, amikor festik, öröm lesz, amikor viselik, és az is egy harmadik öröm, amikor megdicsérik majd, aki látja, hogy hú, hát ezt te festetted, hát igen, igen. Meleg Andrea sejemből készült táskáiból, sáljaiból, kiegészítőiből kiállítás is nyílt a helyi iparkamara épületében. Ezek a kollekciók, sejemalkotások tették ismerté nem csak hazánkban, hanem külföldön is. Ezt jelzik a világ minden részéről érkezett megrendelések a sejemalkotásokra. Idén sem maradt el az Iránya PTE Kultúrfest, ahova minden korosztályt sok szeretettel vártak az Expo Centerbe Pécsen. Nem csak az alap, hanem a mesterképzésekről is szó volt, hiszen a rendezvény célja, hogy segítse a leendő hallgatókat a pályaválasztásban. Az érdeklődőknek reggeltől délutánig volt lehetősége megismerkedni a Pécsi Tudományegyetem karaival és partnereivel. Több mint 60 stand között nézelődhettek a leendő egyetemi hallgatók az Expo Centerben. A Pécsi Tudományegyetem Iránya PTE Kultúrfesztére idén is rengetegen látogattak el. A különböző karok előadásai mellett, többek között személyes pályaorientációs tanácsadáson is részt vehettek a jelenlévők, de ügyességi feladatokkal, játékokkal is készültek a pénteki rendezvényen. Az ötödik Iránya PTE Kultúrfesten vagyunk most, gyakorlatilag a Covid érában indítottuk el ezt még egy online fesztiválként, vagy online bemutatkozási lehetőségként, hogy mégiscsak valahogy elérjük a fiatalokat, akik tájékozódni szeretnének az egyetem iránt. Szerencsére most már ezt a valós térbe tudtuk kihelyezni, és úgy számoljuk, hogy a mai napon mintegy 4000 középiskolás látogat el ide az Expo Centerbe. Ugye gyakorlatilag ez egy előregisztrációval is lehetett jönni, de helyszínen is lehetett regisztrálni. Alapvetően egy olyan pályaválasztási fesztivált álmodtunk meg, hogy egy napra már középiskolásként is egyetemistának érezzék magukat, érezzék át, hogy milyen hangulat várja őket, itt milyen szolgáltatások. Kígyózó sorok álltak minden egyetemi kar standjánál, ahol a gimnazistáknak a jelenlegi egyetemi hallgatókkal is volt lehetősége beszélgetni. Érdemes már az első két gimnáziumi év alatt eldönteni, milyen irányba szeretne valaki tovább tanulni, hiszen így ilyen rendezvényeken is céltudatosabb, és minél több alkalommal jön, annál megfontoltabb döntést hoz majd a pályaválasztással kapcsolatban. A hangulat nagyon jó, nagyon sok nyereményjáték van, amit nagyon érdemes kipróbálni, illetve sok kérdésemre is már választ kaptam, úgyhogy érdemes volt eljönni. Nagy Lajosba járok, és itt a PTN az AOK-ra szeretnék majd tovább tanulni. Igazából a biológia meg a kémia nagyon érdekel, már régóta, és ez az az irány, ami így a legjobban érdekel. A Kultúrfesten nem csak a diákokat, de a szüleiket és a pedagógusokat is szívesen látta a Pécsi Tudományegyetem. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Pécsi siker született az országos ügyfélszolgálati versenyen, a Tettye Forrása ZRT csapata nyerte a vízi közmű szolgáltatók szakmai megmérettetését. 19 szolgáltató csapata csapott össze a legjobb ügyfeles címért a 18. országos ügyfélszolgálati versenyen, október 8-án és 9-én Kecskeméten. A vízi közmű cégek ügyfélszolgálatain dolgozó munkatársak szakmai teszten bizonyították elméleti tudásukat, jogszabályi és műszaki ismereteket. Emellett azt is bemutatták, hogyan hasznosítják felkészültségüket, tapasztalataikat a gyakorlatban. A személyes ügyfélkezelési kihívásban például színészek által játszott panaszos ügyfelek problémáját, ügyét oldották meg a résztvevők. A Csorba Győző Könyvtár felhívja az olvasók figyelmét, hogy október 12-én 18 óra és október 14 déli 12 óra között több online könyvtári szolgáltatás is szünetelni fog. Ebből adódóan nem lesz elérhető az online katalógus, valamint az olvasói fiók és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások, mint például a hosszabbítás és az online fizetési lehetőségek sem állnak ideiglenesen az olvasók szolgálatára. Mindemellett a könyvtár
tájékoztatásul közli, hogy október 14-én a Tudásközponti Könyvtárai technikai okok miatt csak déli 12 órától nyitnak ki. A régió híreivel folytatjuk. Megtartotta alakuló ülését a szekszárdi önkormányzat közgyűlése. Az esküdteket követően megválasztották a város alpolgármestereit is. A 2024-29-es önkormányzati ciklus szekszárdi közgyűlésébe 11 képviselőt delegál a Fidesz-KDNP, 3-at az Éjjel-Szekszárd és 1-et a Mi Hazánk mozgalom. Hogy Magyarországhoz és annak a törvényhez születtek. Hivatalosan is megkezdte munkáját az új önkormányzati ciklus szekszárdi közgyűlése. A képviselők elfogadták a város szervezeti és működési szabályzatát, továbbá 6 hónapban állapították meg azt az időt, amíg a vármegye székhelynek konkrét gazdasági programmal kell előállnia, az ezzel kapcsolatos egyeztetések már folyamatban vannak. Ezt követően alpolgármestert választottak, egyből 2-t is. Szekszárd főállású alpolgármestere Máté Péter, társadalmi megbízatású alpolgármestere Fusz György lesz. Gratulálok és jó munkát kívánok a ciklusra. Tudjuk, ha körülnézünk városukban, hogy mennyi olyan feladat vár ránk, órákig sorolhatnánk az utak, járdák, a közterületek állapotát, a hiányzó, de remélhetőleg jövőre talán megvalósuló úszoda beruházást, az intézmények, a közösségeink megújulását és azt a fajta együttműködést, amelyben mi hiszünk. A polgármester szerint a következő néhány hónap elsősorban a tervezésről, a komoly problémák feltérképezéséről és egy racionális működés felállításáról fog szólni. Máté Péternek alpolgármesterként legfőképp város üzemeltetési feladatai lesznek. Úgy gondolom, hogy nem csak a nagy pénzzel járó dolgokat kell megcsinálni, mert nagy pénzünk sajnos még nincs, reméljük, hogy lesz, de egyelőre nincs, hanem a kisebb pénzzel járó odafigyeléssel, észszerűséggel, és ezt a dolgot fogom figyelni. Tudom, hogy hol kell javítani, miket kell megcsinálni. Most például itt van az őszi kátyúzás, nagyon sok helyen le kell mondani kigyűrölt aszfaltot, ez pillanatnyilag tűzoltás, de ezeket is meg kell csinálni. Azon kívül szeretnénk fákat ültetni azokra a helyekre, ahol a burkolatban megvan a helye, és régi tuskok voltak, azokra helyeket szeretnénk pótolni. Ez most beszerzése folyamatban van. Fusz György alpolgármesteri munkája számos területet fog érinteni. Én el tudom képzelni, hogy itt a város az olyan területeken is elindul, hogy a digitális város például, ami már mindenhol tulajdonképpen előtérbe kerülhet, olyan az ökováros rész, vagy ennek az egésznek a szemlélete, de itt az elektromos buszoktól kezdve nagyon sok minden van, tehát minden összefügg a mindennel, tehát a gazdasági terület ugyanúgy a kulturális területtel. Én úgy gondolom, hogy sokkal több program kellene Szekszárdnak, sokkal több olyan, ami vonza mondjuk a turisztikai attrakció, ami vonza az embereket. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot Szollár Zoltán, a Kulturális Turisztikai és Városmarketing Bizottságot Koller Tamás, az Ifjúsági Sport és Köznevelési Bizottságot Böröc Máté, a Szociális és Egészségügyi Bizottságot pedig Réczi Félegyházi Gyöngyvér vezetik majd. Mindegyik bizottságban helyet kaptak ellenzéki politikusok is. Magabiztos győzelmet ünnepelhetett Decs nagyközséget képviselve Tóbiás Zsuzsa a 2024-es Nemzeti Vágtán Galaxi nyergében. Ezzel a decsi ló harmadik alkalommal bizonyult a leggyorsabbnak, így kiérdemelte az örökös bajnok címet is. 17. alkalommal rendezték meg a Nemzeti Vágtát. A szilvásváradi megmérettetésen Galaxi történelmi sikert aratott, míg lovasa Tóbiás Zsuzsának első alkalommal szólt a himnusz a Kárpát-medencei lóversenyen. A 22 éves lovas elmondta, hogy egész életében erre az eseményre készült. Június óta vagyok most Molnár Gyöngyinél, hiszen előtte Olaszországban voltam, így is beszéltük meg Molnár Gyöngyivel. Sok kondíció munka elsősorban, hiszen a középdöntő és a döntő 5,5 kör volt, szóval oda nagyon sok tüdőmunka kellett a lovaknak. Heti 5-6 napot edzettünk. A 9 éves magyar félvér Galaxi örökös bajnoki státuszba lépett a Nemzeti Vágtán, hiszen sorozatban harmadjára győzött. Molnár Gyöngyi tréner elmesélte nekünk, Galaxi miért is Decset képviselte a verseny során. Pap Gyula, aki a ló tulajdonosa, ő egy helyi vállalkozó, egy decsi vállalkozó, és ő már nagyon-nagyon régóta imádja ezt a versenyt, a Nemzeti Vágtát, és azon keresztül keveredtünk mi így ismertségbe, vagy lettünk nagyon jó barátok, mert most már mondhatom, hogy inkább barátok vagyunk, mint munkatársak, vagy tehát nem hivatalos igazából a viszonyunk, egy nagyon-nagyon-nagyon jó ember.
És nagyon régóta szerette volna, hogy Dech ott álljon a dobogó legfelső fokán. A jelenleg hatályban lévő szabályok alapján Galaxy, az örökös bajnoki címmel rendelkező ló nem vehet részt a továbbiakban nemzeti lovas versenyen. Szilvásváradon is hiába volt kisebb kerületű a pálya, ez sem okozott neki problémát, mert tényleg akkora klasszis, fantasztikus lóról beszélünk, fantasztikus tehetség. És hát így a legnagyobb boldogság is, hogy ő emiatt örökös bajnok lett, az mellett a legnagyobb szomorúságunk is, mivel nem tudjuk, hogy mi legyen a ló további jövője, ugyanis az örökös bajnoki címmel a jövő lehetőségét is valamilyen szinten elvettük tőle. A mindent eldöntő végső vágta mezőnye történelminek mondható, hiszen korábban még sosem fordult elő, hogy csak női résztvevői voltak. Nem csak a kész hímzéseket, hanem az öltéseket is bemutatja a karádi hímzőkör munkáiból nyílt kaposvári tárlat. A díszes motivumvilág ingektől, viseletekről, lakáskész kiegészítőkről köszön vissza a kiállításon, amely október 30-áig az Együtt Árpád kulturális központban tekinthető meg. A karádi hímzőasszonyok célja, hogy ne csak megőrizzék, hanem tovább örökítsék a helyi népművészeti hagyományokat. Legszebb munkáikat válogatták össze a karádi hímző asszonyok a kaposvári kiállításra. Új és régi darabok is helyet kaptak a tárlaton. Alapvetően a karádi hímzésnek a jellegzetessége egy nagyon ősi hímzés, hiszen fehér alapon fehér, úgy is nevezzük, hogy fehér hímzés. A 20-as évek végén, amikor elhagyták a férfiak a viseletet, zárójelben mondom, hogy a férfi ingeken jelent meg ez a hímzés. A lányok jegyajándéknak készítették ezeket a munkákat, a kedvesüknek, és ahogy mi mondjuk, szívüket, lelküket belevarták. Rengeteg motívum van, amit a környezetükben láttak az asszonyok, azokat hímezték meg, a rózsát, a szívet, a szilvamagot, a tulipánt, a szőlőt, a tölgyfalevelet, sorolhatnám a végtelenségig. A karádi hímzésnek a jellegzetessége, amellett, hogy fehér hímzés, az, hogy levelekből, száröltésből és lyukakból áll össze. Tehát maga az egésznek a felépítése, a szerkezete is nagyon egységes és egyszerű. Ezt a közeli munkákon majd nagyon szépen lehet látni. A karádi hímzőkör mintegy 10 éve alakult meg azzal a céllal, hogy megőrizzék és tovább vigyék az elődök hagyományait, valamint a helyi hímzés mintavilágát. A tagok hetente találkoznak és alkotnak együtt, munkáikkal pedig rangos szakmai versenyeken is sikerrel szerepelnek. A kaposvári kiállításon nem csak a kész alkotásokat, hanem az öltéseket is közelebbről megtekinthetik az érdeklődők. A hímzőkörben 10-12 ember van, hát most olyan 8 embernek a munkái mutatjuk meg, de érdekességképpen hoztunk olyan régi darabokat is, amelyek ilyen muzeális értékűek inkább, amiken nagyon szépen lehet látni, hogy régen hogyan készítették a hímzéseket, és vannak ilyen mintakendőink is, amin az öltések is nagyon jól láthatók. A karádi hímzőkör tagjai nem csak őrzik a helyi hagyományokat, hanem minél szélesebb körben igyekeznek ezt megismertetni. Nagyon sok helyen jártunk a hímzéseinkkel, kiállításokon, bemutatókon, Budapesten a Hagyományok Házában, a Somogyi Napon, mindig részt vettünk a megyei és az országos értéknapokon is, és ezáltal nagyon népszerű lett. Van egy hivatalos Facebook oldalunk, ahol mindig pontos részletes leírást adok azokról a munkákról, amiket elkészítünk, és így nem csak az ország, hanem az ország határon túl is ismerté váltak a munkáink. A karádi hímzéseket bemutató kiállítás október 30-áig tekinthető meg Kaposváron, az Együtt Árpád Kulturális Központban. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Újrahasznosítás, foglalkoztatás, kreativitás. Különleges ékszerek a megváltozott munkaképességűektől. Tovább tanulási lehetőségek. 8-osok látogattak a pécsi gimnáziumba. Selyemre készült festmények. Szakmai útmutatás mellett próbálhatták ki az alkotást a jelentkezők. 10 egyetemi kar, több ezer érdeklődő. PTE Kultúrfest az Expo Centerben. Szombaton eleinte sok napsütés várható, majd nyugat felől fátyol felhők érkezhetnek. Vasárnap napos, fátyol felhős idő várható. A hőmérséklet hétvégén reggelente 12-15, délután 18-21 fok között alakul.
friss híreinkkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!